mennyire állhatja meg a helyét ön szerint a hamis vád kifejezés ebben az esetben? Nyilván most a nyomozás hátra van, de hát mint a kerületi történéseket igen-igen jól ismerő embert szeretném önt kérdezni. Ennyire azért mégsem zöröghet a haraszt. Nézd, de általában a baloldal szokása az, és Zuglóban sincs másképpen, hogy sohasem vállalják a felelősséget semmiért, és mindig, amit ők elkövetnek, hogy általában csinálnak, azzal megvádolják általában a másik felet. Ez egy bevett szokás a baloldal részéről, szerintem most is nagyjából erről van szó, és biztos, hogy a parkolás környékén nincs minden rendben. Az, hogy mennyire nincs minden rendben, az pedig a hatóságok feladata kideríteni majd. De lehet, hogy Zuglóban futnak össze az ellenzéki hátország szálai, már amit a korrupciógyanús ügyleteket értem ez alatt. Tehát ennyi erős ellenzéki politikust egy botrányban azért ritkán látni. Hát igen, azt gondolom, hogy ez egy valódi bomba, ami itt robban Zuglóban, és sajnálatos, hogy Zugló sohasem tud kimaradni a politikai botrányokból. Gyakorlatilag a rendszerváltozás óta valamennyi politikai botránynak részese volt Magyarországon Zugló, és ez egy kétes dicsőség. Ahhoz, hogy idáig eljutottunk, abban pedig óriási szerepe van egyébként Karácsony Gergelynek, aki Zugló polgármestereként tehetett volna az ellen, hogy ez a helyzet létrejöjjön, de legtöbbször nem tett semmit. És az a Karácsony Gergely, hogy elismerte, hogy többször is egyeztetett informatikai kérdésekben Baja Ferenccel. Ez azért fontos, mert ez egy elég fajsúlyos kérdés lesz Baja Ferenc szerepe, aki hát nagyon erős ember a baloldalon, és gyakorlatilag kirobbanthatatlan volt, még kormányzati pozíciókból is hosszú időn keresztül. Aztán ott van Molnár Zsolt is, de igazából Baja Ferenc neve az, akit ugye olyan környezetben emlegettek, hogy Karácsony Gergely ugye informatikai főtanácsadójaként kaphatott több 10 millió forintot. És ezt már, mint a tanácsadás tényét a főpolgármester elismerte. Ő Zugló környékén korábban is jelen volt, tehát még az önök idején is jelen volt az ellenzék, az akkori ellenzék helyi hát csapatainál, vagy ezt tényleg csak most tudtuk meg? Baja Ferenc szerepéről, zuglói szerepéről semmilyen ismeretünk és tudomásunk nincs, viszont az tényszerű és igaz, hogy minden közösségben van egy vezető, aki felelős annak a közösségnek az irányításáért. Egy zenekarban ez a karmester, aki vezényel, diktálja a tempót és megadja a hangnemet. Egy önkormányzati közösségben a polgármester az, akinek karmesterként kellene irányítania és vezetnie, de hát Karácsony Gergely erre gyakorlatilag nem volt képes, és hiába ajánlottunk neki egyébként alternatívákat, konkrétan a parkolás ügyében is nem egyet, ezekről nem kívánt élni. Senki nem kényszerítette arra, legalábbis nem tudom, hogy ki kényszerítette arra, hogy egy olyan előterjesztést készítsen el, amit aztán a képviselőtestület szavazott. Szóval a saját előterjesztéseként nyújtotta be például a parkolással kapcsolatos közbeszerzést lezáró előterjesztést. Tehát Karácsony Gergelynek az zuglói parkolásban is azt gondolom, hogy komoly felelőssége van, és ahogy ön is említette, főpolgármesterként, Budapest vezetőjeként is van óriási felelősség abban, hogy mi történik a városban, legyen az városházügy vagy informatikai szaktanácsadás. Az, hogy ahogy a beszélgetésünk elején is szót ejtettünk róla, Zuglóban ilyen sok korrupció gyanús eset, és hát ilyen mennyiségű gyanús, illetve tisztázatlan eredetű pénz, kenőpénz híre röppen fel, az összeköthető azzal, hogy hát javarészt ellenzéki vezetésű volt ez a kerület a rendszerváltozás óta, leszámítva az önök két ciklusát? Igazából egyetlen egy olyan ciklus volt, amikor a Fidesz többségben volt a kerületben, ez 2010 és 14 közötti időszakra tehető. Igen, akkor nem is történtek ilyen ügyek, sőt, azt gondolom, hogy Zuglónak talán egyik legjobb 4 éve volt a rendszerváltozás óta mindenképpen, hiszen a legtöbb fejlesztés és a pénzügyi konszolidáció is ekkor zajlott. De hát valóban igaza van, Zugló általában ellenzéki, jelenlegi ellenzék által vezetett baloldali vezetésű kerület volt, és nagyon-nagyon sok botrány korábbról is kapcsolódott már a kerülethez. Ennek a mostani parkolási botránynak azonban van egy olyan vetülete is, amely különösen sajnálatos, és ez érinti Márki-Zay Pétert és unokatestvérét Hatházi Ákost is, hiszen erős a gyanú az, hogy tudhattak erről, hiszen Hatházi Ákos maga beszélt erről, hogy voltak információ az esettel kapcsolatban. Ez pedig súlyos kérdéseket vet fel,
hiszen hogyha a Határi Ákosnak voltak ezzel kapcsolatban információi, akkor miért nem fordult a hatóságokhoz, miért fotózkodott Horváth Csabával gyakorlatilag megerősítve a szövetségüket, hiszen Határi Ákos jelen pillanatban ezeknek az ellenzéki pártoknak és ezeknek az embereknek az zuglói jelöltje.